Jó estét kívánok mindenkinek, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mai est valamennyi részvevőjét. Ebben a szerepkörben talán újként, de mint a református presbitérium tagja számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt, amikor Katona Gyula nagy tisztelt úr fölkért, hogy legyek az este házigazdája. És ha tetszik, akkor az ember így is tudja szolgálni a közösséget, és ezt tetszik nekem. Tetszik az, hogy ilyen sokan eljöttek, és hogy ezen identitás mentén ilyen sokan támogatják a közösséget, a közösségi életet. Nagyon fontos az, hogy már több egyére, harmadik alkalommal ilyen eseményen is találkozik ez a közösség, egy kicsit kiszélesítve, hiszen nem csak az ima közösségekben találkozunk, hanem azok, akik hasonlóan gondolkoznak, esetleg más vallást mondhatnak magukénak, de kötetlen beszélgetés formájában kicserélhetik a gondolataikat, beszélgethetnek, és egy kellemes estét eltöltve közelebb kerülhetnek egymáshoz. Tehát mindenkit szeretettel köszöntök én is a harmadik református bál alkalmával, és engedjék meg, hogy a külön köszöntéseket most elmondjam. Külön köszöntöm a bálunk védnökét, Erdős Norbert urat, Békés és térsége országgyűlési képviselőjét, a Békés megyei kormányhivatal kormánymegbízottját és kedves feleségét. Reméljük, hogy megérkezik és körünkben lesz Farkas Zoltán úr, Békés megye képviselőtestületének elnöke. Köszönöm főszponzorunknak, a Békés megyei Tisza Kálmán közoktatási intézmény vezetőségének a csodálatos helyszín megteremtését. Megjegyzem, az intézmény, a Tisza Kálmán szívesen segít más rendezvények lebonyításában is. Itt köszöntöm protokollfőnökünket, Kőfalvi Évát és segítőit, akik az est folyamán, ha mondhatom így, gondoskodnak rólunk. Köszöntöm Tombola nyereményünk fődíját felajánló festőművészt, Csuta György urat és feleségét. Elmondanám Csuta György arszpoetikáját. Amikor festek vagy rajzolok, beszélek, csak kicsit másképp, ezért, hogy megértsd fanyar hangomat, nyitott szívvel láss. Ezt írta Gyuri. Alkotásai megtalálhatók magán- és közgyűjteményekben, közintézményekben, például Békési Múzeum, Zalakaros, Római Katolikus Templom, Békés, Bulgária, Kína, Németország, Olaszország, Ausztria, Amerika, Dánia, Spanyolország, Svájc és a Luxemburgi Nagyhercegségen, és itt a bálunkon is a fődé, tehát ez a gyönyörű szép csutakép. 1998-ban Budapesten megalakult Magyar Művész Alapítvány kurátora, mint egyetlen vidéki tag. A Békéstáji Művészeti Társaság alelnöke 2005-től a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének választmányi tagja. Éva lányával Békés Csabán működtetik galériájukat, ahol kortárs művészeteknek teremtenek bemutatkozási és értékesítési lehetőséget. Tehát tőlük nyerhető meg ez a szép fődíj. Folytatódik a műsorunk. Következik a Szegedi Kis István Református Gimnázium, általános iskola, óvoda és kollégium óvodásainak műsora. Cickon, cickon, nagyon veszély már.
az Évi néni technikát tanít. De hát egy Évi néni nekem ne tanítson technikát. Fordítva fogja a fogót, a lemezvágót, a kalapácsot, még akkor is, ha nem. Az Évi néni vádlia egészen kidudorodik. Jó, nagy darab az Évi néni, de nem olyan hengerformájú, annál sokkal a változatosabb. Az Évi néni arca olyan, mint valami feszes, fehér tészta. De mikor haragszik ránk, földrészformájú pirosságű tipofacsontja körül. Leginkább Afrika vagy Dél-Amerika. Hát meg akkor is, ha örül. De az ritkább, mert eléggé kicsináljuk. Ha nem nagyon fogadunk szót neki, de hát egy Évi néni technikából ne dumáljon. Még akkor se, ha a domborzatból jó, az arcán meg pláne földrészek virítanak. Évi néni múltkor a rétre vitt ki minket, ami önmagában nem hülyeség, de hát egy Évi néni nekem, ha ne jó fejkedjen. Évi nénivel ott volt a gyereke. Egészen kicsi gyerek, ez onnan látszott, hogy nagyon szaporán kellett szedni a kicsi lábát, míg mi kényelmesen haladtunk. Kézen fogva vezette, én meg egy kicsit mindig összeakasztottam hátulról a gyerek bokáját. Elbotlott mindannyiszor. Csodálkozva nézett hátra és bömbölt. De nem tudta ki az, mert akkor már máshová néztem, és csak befelé röhögtem. Évi néni sem értette a dolgot, rángatta a kisgyereke kezét, és csillogott a nagy barna szeme. Meg jöttek a földrészek az arcán. Ázsia vagy Ausztrália. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves békésiek, miután a hivatalos felkonferálásban minden egyes megjelent helyi potentát név szerint illet veled, úgyhogy én ezt mellőzöm. Tisztelettel köszöntöm polgármester urat, és tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, minden kedves jelenlévőt, minden kedves vendéget, minden kedves reformátust, minden kedves protestánst. Engedjék meg, hogy talán egy
református bálon egy protestáns író, filozófus, magyar író, filozófus gondolatait az ember azt hiszem nyugodtan elmondhatja, Hamvas Béla gondolataival kívánom mottóként felhasználni a mai estére ezeket a gondolatokat. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Kedves békésiek, erre a bárra készülve azon gondolkodtam, hogy nyilvánvaló, hogy a harmadik református bálon nyilván az iskoláról kell néhány szót beszélni, mert létrejött Magyarország legjelentősebb református intézménye, legnagyobb, legjelentősebb református iskolája jött létre itt Békésvárosában, amelynek van ugye óvodája, általános iskolája, gimnáziuma, és én azt gondolom, hogy ez az iskola nem azért lesz sikeres, nem csak azért, természetesen ez is egy alapja, mert hogy ennek komoly múltja van, mert hogy a Békési Református Gimnáziumra mindenki úgy emlékezik vissza, hogy az milyen nagy és erős volt, és most már egy még erősebb, még nagyobb intézményrendszer jött létre. Nem csak ezért van sikerítélve, úgy gondolom, hanem mert a Békési Református iskola intézményrendszer, amikor ez így most összeállt, mindenki így gondolta. Együtt működtek. Együtt gondolkodtak a békésiek. Minden békési hisz ebbe, én úgy gondolom. A képviselő testület tagjai pártállástól, gondolatoktól függetlenül ezt közösen akarták. Mindenki akarta ezt. Ezért lesz sikeres a református iskola Békésen. És egy másik gondolattal készültem még erre a bárra. Engedjék meg, hogy egy nagyon picit személyes legyek. Amikor az ember friss képviselő, ráadásul az önök jóvoltából, önöknek köszönhetően igen fiatalon az lehettem, akkor az ember jön, megy, pártot épít, kérdez, interpellál, teszi a dolgát, egyszer a gazdák panaszait hallgatja meg, egyszer a mozgáskorlátozatokét, különböző szakmákkal érintkezik, és lendületből, szeretetből, meggyőződésből teszi a dolgát. Aztán eltelik egy pár év, hivatalt vezet az ember, először Békés városában önöknek köszönhetően egy nagyon sikeres 4 éven vagyunk túl, és azt gondolom, hogy a Békés város, hogy ugyanolyan sikeres legyen a következő 4 évben, mint amilyen az előző 4 évben volt, ahhoz ugyanúgy, ahogy a református gimnázium megalapításához, létrejöttéhez együttműködés volt, összefogás volt. Én azt gondolom, hogy együttműködésre van szükség, összefogásra van szükség, mert csak akkor lehet ugyanolyan sikeres 4 éve Békés városának. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én az együttműködés jegyében kívánok önöknek jó szórakozást, jó bálozást. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Egy éven át készültek rá, egy éven keresztül várták ezeket az alkalmakat, és különösképpen az első beállozók, akik ilyenkor megmutathatták magukat, talán még társra, barátra is találtak. Szóval tetszett nekem ez az ötlet, ez a gondolat, és ez lenne a célunk, ez lenne, amit szeretnénk elérni, hogy ezen az alkalmon, ezeken az alkalmakon ezt a közösség teremtés, közösség formálást segítsük elő, és érezze úgy mindenki jó magát, hogyha egyetlen egy olyan embert ismert meg, akit eddig még nem ismert, csak esetleg látásból, esetleg másnap, vagy a következő héten valaki olyan köszön rá, aki addig nem köszönt rá az utcán, de mivel itt találkoztak, ez most megtörténik, akkor úgy gondolom már megérte. Egy olyan világban élünk, ahol az emberek befelé fordulnak, elidegenednek egymástól, ismerjük ezeket a divatos szavakat. Mi azt szeretnénk, ha kinyílnánk egymás felé, és valóban, ahogy elhangzott már előttem szólóktól is, felekezettől függetlenül, társadalmi hovatartozástól függetlenül, politikai irányzatoktól függetlenül tudnánk itt is együtt lenni, illetve másutt is, találkozva egymással, és jól érezve magunkat. Én ezt szeretném, és azt kívánom, hogy jól érezzük magunkat. Valóban ez a közösség formálódjon, alakuljon, és várjuk majd a negyedik református bát, ami várhatóan egy év múlva lesz. Erre emelem poharamat, és kívánok mindenkinek jó szórakozást! Nem kell körbe menni, ugye? Itt az asztalunknál. Következő piros
piros háromszög alapon 22. Piros háromszög alapon 22.